Bonyáni Általános Iskola, Széchenyi István Általános Iskolája már sokadszor csatlakozik a Tragtag rendezvény sorozathoz. Ez a Népviseletek Napja fordítást viseli tulajdonképpen. Alapvetően a német nemzetiségi viseletnek a napja ez. Mi egy kicsit kitágítottuk, és aki esetleg nem a német nemzetiséghez tartozik, ő is megmutathatta a nemzetiségi ruháját. Egész hetet átölelő rendezvény sorozatról van szó. Minden nap német táncházzal kezdtünk, amit a gyerekek nagyon élveztek. Kézműves foglalkozások voltak. Az iskolások divatbemutatóval is készültek az eseményre. Én azt gondolom, hogy kicsit már elcsépeltnek tűnik, de csak az a közösség lehet sikeres, amely ápolja a hagyományait, ragaszkodik a régi szokásokhoz. Egy német nemzetiség esetében ez külön fontossággal bír, és mint német nemzetiséget is oktató iskola, számunkra fontos, hogy a gyerekek ne csak nyelvtanuláson találkozzanak a német nyelvvel, hanem ismerjék meg, hogy hogyan éltek elődeink, illetve ezeket a hagyományokat érdemes tovább vinni, tovább örökíteni. Az 5. osztályos Emma idén először fog a rendezvényen táncolni. Ma egy kék festőbe vagyok, a cipőm egy pacskár, és ez most azért fontos, hogy az őseinkre megemlékezzünk. A májusfa tánc igazán nagy sikernek örvendett a több mint 500 diák létszámú intézményben.